Üdvözöllek titeket! Megkért kedves szanszánk, hogy meséljem el, mit jelent számomra a zen. Kicsit bővebben. Madárcsicsergés, szélzúgás, patakcsobogás. Úgyhogy ezzel be is fejeztem a mai előadásomat. Tehát mindenek előtt egy helyes vágy, remélem helyes vágy irányított. A vágy akkor ugye tudjuk, hogy csínyán kell bánni, vigyázni kell vele, mert az embert nem biztos, hogy csak a búbánatba hozza el, ahonnan vidáman távozik, hanem lehet, hogy egészen máshová. Egy orvos sétál a barátjával a kórházba, nem is akármilyen kórházba, a Dili házba, bocsánat, elmegyógyintézetbe, és benéznek az egyik szobába, hát látják, hogy ott egy kezelt beteg rimánkodva mondja, hogy Lulu, Lulukám, Lulu édes. Hát ennek meg mi a baja, kérdezi a barátja. Hát tudod, szerelmes volt egy Lulu nevű nőbe, de az faképnél hagyta őt. Mennek tovább, a következő helységbe is bepillantanak, hát ott is egy beteg. Lulu, Lulu, Lulu. Teljesen, látjátok, hogy milyen örültek az embutisták, teljesen kiborulva. Hát ennek is Lulu a problémája? Hát igen, Lulu végül is őt választotta. Tehát ilyenek a vágyaink, vagy beteljesülnek, vagy nem teljesülnek be. Lehet, hogy egyik se annyira jó minden esetre. 2500 évvel ezelőtt volt egy nagyszerű embernek egy vágya, egy helyes vágya, és egy helyes döntést hozott. Otthonból, az otthontalanságba távozott, hogy aztán meglelje az igazi otthonát önmagában. Ennek is köszönhető, hogy mi most itt vagyunk. Természetesen annak is, hogy van itt ez a szanga, létre lett hozva, tehát Buddha, Dharma, szanga. A te helyes döntésed volt, hogy ide jöttél most. A döntéseinknek óriási ereje van. Hát hatalmas a szabad akarat. Egy indián asszony talált a hegyekbe egy fantasztikus drága követ. Hát amint találkozik egy vándorral, a vándor egyből fölmérte annak a kőnek az értékét, és elkérte tőle. Az indián bölcs volt, az indián asszony egyből odaadta habozás nélkül. Boldogan távozott a vándor, és gondolta, hogy egész élete hátralévő részében semmi anyagi gondja nem lesz ezen túl. Viszont másnap elgondolkozott az eseten, fogta magát, és újra megkereste ezt a bölcs indián asszonyt, és visszaadta neki a követ. Azzal a mondattal, hogy tudom, hogy te bölcs vagy, és tudsz nekem valami értékesebbet adni, mint ez a kődarab, ami ugyan anyagi boldogságot ad. Kérlek, add azt a tudatot, ami lehetővé tette számodra, hogy átad nekem ezt a követ habozás nélkül. Ezt nevezem én helyes döntésnek. Valamikor azonnal jön, valamikor később. Számomra nagyszerű dolog, hogy ilyen ellenőrzött keretek között foglalkozhatok a zennel. Ugyan már fiatalon is foglalkoztam vele, ezt azt elolvastam, kicsit meditálgattam. Valamikor, még sok-sok évvel ezelőtt, ugye mindnyájatok életében vannak észosztó emberek, akik megmondják, hogy hogy kell élnetek, mit kell ennetek, hová kell járnotok. Természetesen az én családomban is van ilyen. Nagyon mosolyogva tudtam mindig fogadni az ilyen hozzászólásokat az életemhez, de belül fortyogott valami. Ugyan már, mit akarsz te, miért mondod meg nekem ezeket? A mai napig is mosolyogva fogadom, de már nem fortyog. Hát számomra ezek a kis dolgok is haladást jelentenek.
Hát ezzel az ego kéreggel még van egy jókora feladatom, hogy a gránit keménységén egy kicsit puhítsak. A ma este is hozzájárul ehhez a puhítgatáshoz. Emlékszem, egyszer egy hindu barátom mesélte a történetét, hogy a brahmana, felső kaszt, sétálgat az utcán, vele szembe a kutyus. Hát, ez a kutya mit akar itten előttem? Jó oldalba rúgta szegény párát. Hát az ilyetében elszaladt a helyi bíróhoz, és panaszt tett a bírónak, hogy milyen méltatlan bánásmódban részesült ő. Hú, gondolkozik a bíró, de jó van, ez való igaz. Egy brahmanát viszont mégsem büntethet akárhogy, hiszen közfelháborodást váltana ki, hogyha ilyen nagy méltóságot bármiképpen megbüntetne. Megszólal a kutya, van egy jó tanácsom a büntetésre. Hát mi legyen az? Tedd ezt a brahmanát a legnagyobb templom főpapjává. Ugyan már te kutya, mi abba a büntetés? Hát én is az voltam előző életemben. Hát ilyen az ego. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, a pécsi csoport egyik tagjaként, és azt külön díjazom, hogy van egy hely, ahol nem túlvilági mesékkel tömik a fejemet, nem azt próbálják megértetni velem, hogy mit akar Isten tőlem, hogyan kellene élnem, hogy a adott mennyországba jussak. Még az se fontos, hogy milyen öltözéket húzok föl. Hát a külsőségek ezredrangúnak számítanak. Viszont ad egy hatalmas tapasztalatot. Olyat, amiért a brahmana panditok, a vallásos szónokok soha az életbe valószínűleg nem tudnak adni. Egy érdekes történet, talán nem buddhista berkekbe való, az hitről szól. Egy emberke sétál hegyekbe, de szerencsétlenül lecsúszik egy szakadékba. Az utolsó pillanatban megérint egy, megfog egy ágacskát, egy gyökérdarabot, és úgy lóg lefelé. Elkezd rimánkodni. Uram, Uram, Istenem, most segíts meg! Megszólal az Isten. Hát eddig nem hittél bennem, akkor most miért segítenélek meg? Hát most már hogy hallom a hangod, most már kezdek is hinni benned. Hát, hogyha megmentesz engem, akkor egész életemben a meditációnak fogom szentelni az életemet. Na jó, üssek, engedd el az ágat. Megörültél? Dehogy engedem, azonnal szörnyet hallok itt a mélyben, hogyha elengedem az ágat. Ezeket a kis szorikat mindig vigyük át az életünkbe. Vajon képesek vagyunk elengedni az ágat? Vajon képesek vagyunk olyan bölcs döntéseket hozni, hogy visszavezesse minket a bölcs indián asszonyhoz, és megfelelőképpen tudjuk az életünket irányítani? Vagy pedig hagyjuk az elmének elnapolni mindig azt a fránya meditációt, azt a fránya elvonulást, ami lehet, hogy más nem is okoz, csak jó kis lábzsibbadást. Vagy pedig azt mondjuk az elmének, hogy nem, hiába jön a rokon, hiába van egy jó színházi előadás, hiába jönnek a barátok, meg amúgy is lehet, hogy rossz az idő, de elmegyek, és kihúzom azt a néhány napot, ha van értelme, ha nincs értelme, akkor is. Részt veszek az eseményeken, ami nem biztos, hogy mindig olyan fenomenális, örömteli, lehet, hogy könnyeket csal az arcodra, lehet, hogy azt mondod, hogy
Na, az életbe ide többet be nem teszem a lábam, de az biztos, hogyha mész el 4 nap múlva, már 1 óra múlva fölébred a vágy, hogy nagyon várom a következő elvonulást. Ugyanis értelme van, olyan értelme, mint egy hatalmas autószerviznek. Megújítja kívül belül az autót, és már örömteli lesz vele az autózás. Volt Japánban olyan karcsiszoló mester, az volt kiírva az ajtajára, hogy lélekcsiszolás. Tudta a szamuráj, hogy az az ő lelke, az a kard. És az a karcsiszoló mester nem egy ölés fegyverét csiszolt, hanem a szamurájnak a lelkét. Mi is így csiszoljuk a lelkünket szorgalmasan. Ezekkel a napi 8 órás meditációkkal egy olyan dolgot érünk el, amit amúgy az életbe tele gondokkal, feladatokkal, reményekkel, vágyakkal valószínű elodáznánk, vagy tizedét haladnánk az úton. Ahogy itt végig tekintek a gyönyörűséges arcokon, látok még kis apró fájdalmakat, de ezen a kis apró fájdalmakon túl látva, látom azt a belső békét, nyugalmat. Látom azt rajtatok, amiért érdemes volt idejönni, és valószínűleg örömmel és boldogsággal fogtok távozni erről a helyről, amit ugyan fizikálisan valószínűleg néhány nap múlva el fogunk hagyni, de a lelkünk egy kis darabja az mindig itt lesz. Köszönöm Csonga Szulinnak, hogy létrehozta ezt, áthozta ide korából, és fejlődésünkre szolgál.